Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Hétköznapi Honvédelem, Magyarország első és egyetlen honvédelmi elemző és vélemény műsora. Mai műsorban vendégem Dósa Eszter, köszöntelek, szervusz! Szia! Aki civil életét éli, de te 2 évet ugye eltöltöttél a Magyar Honvédségbe. És hát megbeszéltük, hogy itt elég extrém dolgokat csinálsz, mindjárt beszélünk róla részletesen, hogy búvárkodsz, meg repülőt vezetsz, de hát itt van egy pár kamera, és hát nyilván ez lehet, hogy jobban feszélyez, mint mondjuk, ha jön egy cápa melletted, vagy én nem tudom, hogy van. De nincsen semmi gond, tehát most megbeszélünk pár dolgot igazából. Mesélj légy szíves magadról, hogy nőttél fel, ki vagy, ilyeneket. Budapesten nőttem fel. Csodálatos gyerekkorral. Igazából azért sikerült ennyi mindent elérni, mert a szüleim mindenben támogattak. Akármilyen elvadult ötlettel álltam elő. És akkor így kezdődött ez a búvárkodás téma is. Utána meg a... Na nem úgy. A kisgyerekkorodban akkor nem katonákkal játszottál, meg tankokkal mondjuk, vagy valami... Volt egy terepmintás Barbie-m. Uh-huh. Igen? Na, hát tehát az első Barbie már... ilyen terepruhában volt egyébként egy safari Barbie, de inkább legóztam. Na, hát akkor lehet, hogy várakat építettél. Tehát akkor mondjuk nem tudom így gyerekkorodban, hogy nem volt ilyen, vagy volt ilyen, hogy esetleg így a katonai, vagy akkor még nem fogalmazódott így, meg nyilván... Nem fogalmazódott meg, a nagypapám katona volt. Igen? Aha. Igen, ő a lezredesként ment nyugdíjba. Hát akkor mondhatni van azért volt kötődés, vagy... Volt előttem példakép, igen. És akkor elvégezted az iskolákat, stb. Mikor kezdted el, ugye említettük, hogy itt azért ilyen, mondjuk nevezhetjük egy extrém sportnak, mondjuk nekem mindenképp, tehát azért itt a földön járkálunk, tehát te meg lemész mondjuk a víz alá, meg fölmész a levegőbe. Ezek mikor jöttek, vagy hogy jöttek, vagy mikor tudtad azt, hogy te búvárkodni akarsz, vagy éppen repülni is akarsz? Azt nem tudtam, hogy búvárkodni akarok, egy egyiptomi nyaralással kezdődött, azt tudtam gyerekkoromban, hogy szeretnék egyszer Egyiptomba lakni. Túl sokszor láttam szerintem az Indiana Jones-t és egyéb kalandfilmeket. Azt hittem, hogy régész leszek, de véletlenül alakult így, ugye van egy olyan szokás, vagy volt Egyiptomban a búvárbázisok között, hogy a nulláról el lehet kezdeni, kioktatnak, és akkor cserébe dolgozni kell, segíteni a hajón, búvárruhát mosni és egyebek, és akkor ezzel töltöttem 5 évet, hogy megtanultam. 5 évet? Nem a búvárruhák mosásával, hanem a tanulással, és úgy 5 év alatt lettem oktató, tréner, tehát végig batyogtam a... fokozatokon, vagy ranglétrán, hogyha lehet így mondani, és az egyiptomi forradalom után. Hát még egy évet ott voltunk, de nem volt elég turista, és akkor hazaköltöztem. Hát igen, ott a politika is meg mindenben beleszólt, tehát azért ott különböző merényletek, stb. És a repülés? A repülés onnan ered, hogy apukám is pilóta, és nagyon sok időt töltöttem a repülőtéren. Már hogy ő civil, tehát nem katonaként? Tehát, hogy... Nem, kisgépes pilóta volt, most már nem repül. Tehát akkor végig is mondhatni, hogy majdnem ott tűntél föl. Második otthonom, persze kitesznek egy repülőtérre, én ott elfoglalom magam egész nap, nem unatkozok, és akkor innen indult, hogy azért jó lenne, ha én is tudnék repülőt vezetni. Bár apu sohasem mondta, vagy forszírozta, meg ugye öcsém tud is, mert ugye ő a fiú, neki ez könnyebben ment, meg szerelni is tud, és akkor én is elkezdtem. Csak ugye Szegeden, hogy apu ne tudja meg ne nézze, hogy majd jól meglepem. De ez egy lassabb folyamat, ugye anyagi okokból elég költséges egy ilyen képzés, úgyhogy ez lassan halad. Ez egy honvédelmi műsor, tehát azért igen, nem véletlenül azért beszélgetünk, mert azért eltöltöttél itt 2 évet minimum ugye itt a hadseregbe. Ez mikor fogalmazódott meg benned, és hogyan, hogy te részt akarsz venni így a Magyar Honvédség életében? Valójában először a rendőrséghez jelentkeztem. Ugye hazaköltöztem külföldről, és ugye már gyerekkorom óta egy kicsit bennem volt, ez vonzott az egyenruha, érdekeltek az ilyen extrém foglalkozások, és elmentem a rendőrséghez, sajnos akkor nem volt toborzás vagy felvétel, és azt javasolták ott, hogy menjek el a toborzó irodába. Elmentem a toborzó irodába, a katonai toborzóba, és ott javasolták, hogy legyek tartalékos, mert az hú, de milyen jó, megnéztem a videókat, nagyon jó a marketing. Ez volt mikor, bocsánat, tehát hogy évben? 2012-3 körül. Mi volt akkor az mennyit tudtál egyébként? Jó, mondjuk mondtad, hogy a rendőrséghez mentél, de hát ha utána, akkor csak megnézted, hogy vagy mennyit tudtál a honvédségről vagy a hadseregről? A mai hadseregről semmit nem tudtam, de...
Tehát, és azok utána, után, jártam, utána jártál, utána olvastál. Igen, igen, tehát az jött le, hogy akkor ezt megpróbálod. Hogy ez fú de tuti, és ezt ki kell próbálni. Legalább olyan munkát végez az ember, aminek van valami. És volt értelme. Elképzelésed az, hogy a hadseregen belül is? Mert ugye ez is olyan, hogy nem mindenki lövész, meg nem tudom mi, hanem azért nyilván vannak irodai munkák is. Tehát volt elképzelésed, hogy mi az, amit mondjuk ki szeretnél próbálni, vagy melyik terület az, ami vonz? Igen. Valójában nagyon sokszor láttam a David Nivelát fényképezni. Uh-huh. Ugye ők azok, akik mindenhol ott vannak, a Zrínyi média, igen. És akkor igazából ő egyfajta példaképként szól, fú, de izgi, mindenhol uh-huh. ott van, helikopterezik, katonákat fényképez, benne van a sűrűjében a dolgoknak, és még vele is felvettem a kapcsolatot, nagyon kedves volt egyébként, meg azóta is jobban vagyunk, tehát... És akkor lehetett ilyen helyre jelentkezni? Vagy ezt már mondtad a toborzóba, hogy e felé szeretnél, vagy ők ajánlottak nem, valamit? Nem, ők azt mondták, hogy teljességgel lehetetlen, mert ugye ilyen nincs, hogy katonai uh-huh. fényképez, de akkor már kezdett így úgymond divatba uh-huh. jönni, ugye a Facebook is egyre népszerűbb igen. lett, és a legtöbb alakulatnál már volt, aki fényképezett, még ha nem is így hivatalosan, de és amikor elmentem ugye tartalékos katonának, az első évben Tatán csak a kiképzés volt, és másodszorra már úgy mentem vissza, hogy fényképezhettem na is. Na bár először akkor tartalékosként. Igen, tehát, igen, tartalékos igen, úgy kezdtem. Voltál? Akkor ez volt Tatán. Mert ott ez mennyi időt vett igénybe? Tehát mondjuk egy évben, vagy ez hogy? Folyamatosan ott kellett lenni, vagy meghatározott időszakok? Nem, ez csak az első évben csak a kiképzés uh-huh. időtartamára szólt. Ez egy durván egy hónapos kiképzés. Uh-huh. Úgy alakult, hogy ez Tatán ejtették meg, és akkor ugye Tatán nézőknek is mondom, ugye ott a lövészdandár, igen. tehát egy lövészdandár található. Ez nagyjából, ahogy ott élted az életet, vagy a kiképzés tanulás, ez nagyjából egybeesett azzal, amit előzőleg olvastál és elképzeltél a igen, igen, teljesen. Persze egy totál civil közegből még egy tartalékos kiképzés is, ami ugye kicsit igen. könnyítettebb, mint a rendes alapkiképzés, még az is nagyon izgalmasnak tűnt, mert olyan dolgokat tanulhattunk meg, amire egy átlagembernek amúgy nincs lehetősége. Mondjuk viszonylag nem egy új dolog, mert körülbelül 20 éve kezdődött el, én úgy emlékszem, a női tisztképzés, tehát a tiszt és tiszthelyettes altisztképzés. Előtte is voltak hölgyek, nők beöltözve katonának, de ugye inkább ilyen sokszor ilyen irodista beosztásban. Viszont, tehát azért mondom, hogy mondjuk 2010-es években ez már nem számít akkora, úgy mondom, hogy nem annyira nyilván arányaiban még azért kevesebb a női katona, de mégsem egy olyan hihetetlen dolog. Viszont akár a család, barátok, ők hogyan viszonyultak, vagy mit mondtak, amikor elmondtad, hogy neked milyen terveid vannak, hogy így a hadseregbe. A szüleim ugye mindennek örülnek bármit. Kit, jaj, így is sikerül, szóljál, baj van, hajrá, próbálj, tehát nekik ilyen hozzáállásuk, viszont a nagypapám miatt a nagymamám örült a legjobban. Hogy egy picit a nyomdokaiba lépek, még ha nem is azon a szinten nyilván. Mint na, és ő, akkor, de... aha, hogyan ment akkor a továbblépés? Tehát egy évet akkor voltál Tatán? Igen, az első évben volt a kiképzés, és a második évben visszamentem, mint ugye, hát személyügy is, mert mindenféle beosztások kellettek az új kiképzéshez. És akkor a pont akkor történt, hogy nem volt ott a fotós lány, és akkor megkérdeztem, hogy de hát akkor hát fényképezzek már én, van nálam fényképezőgép, készültem. És ezek a fotók ugye a kiképzésről eljutottak a honvédelem.hu, tehát volt már egy valamiféle referenciám később, amikor én jelentkeztem szerződésesnek, meg fotósnak, hogy van hozzá egy pici érzékem, meg szeretném ezt csinálni. De akkor már szerződésesnek úgy jelentkeztél, hogy jó lenne ezt csinálni. Tehát nem azért, hogy egy harcjárművezető legyél, vagy én nem tudom. Vagy igen, tehát, és hogy... akkor volt 2014-ben a közös fellépés gyakorlat, és akkor jelentkeztem fotósnak, mint gyakornok. Tehát fölkerestem mindenkit, akit lehetett, fú, lesz ez, hadd menjek oda fényképezni, ugye nagyon segítőkészek voltak. És az volt a szerencsém, hogy volt nagyon sok olyan helyzet, ahova nem jutott sajtós. Ugye egyszerre történik nagyon sok minden, és akkor tehát csak az én képeimre volt szükség. Szerencsére jól is sikerültek a képek, és amikor ezzel párhuzamosan jelentkeztem az akkori MH88-hoz, a könnyű vegyes zászlóaljhoz Szolnokra, akkor már látták úgy, hogy elég sok fényképen megjelent, és hogy használható lennék ilyesmire is. És akkor beadod oda a jelentkezésedet? Ott is ilyen hasonló, vagy úgy, tehát hasonló munkakör vagy? Persze, ott is mondták, hogy ez nem annyira egyszerű, meg ilyen azért, ugye nincsen
katonai előképzettséget. Ott volt kiképzés, vagy valami ilyesmi? Tehát ott kaptál pluszba még? Vagy igen, igazából... a felvét, tehát hogy mielőtt felvettek állományba, ugye elküldtek a hagyományos szentendrei alapkiképzésre. Ez a 13-14 hetes volt akkor. Na, és akkor oda mentél Szolnokra, ott azért az alakulat, nézőkedvéért is mondom, azért egy ilyen mozgalmasabb életet élt mindig, tehát ugye itt is olyan, hogy különböző a hadseregben is különböző szervezetek vannak, akik úgymond harcolók, és hát vannak, akik kiszolgálók, ott ők inkább tényleg ilyen mozgalmasabb életet élnek, tehát akkor gondolom neked is lehetett menni. És igen, akkor igen. Mindig volt egy gyakorlat, vagy bármi, vagy ez hogy ment az, hogy mikor éppen hova mentél? Tehát, hogy megmondták, hogy itt ilyen kiképzés lesz, vagy mondták, hogy ide kell menned fényképezni, tehát hogy alakult ez ki, hogy vagy te csak magadtól eldöntötted, hogy most ide megyek, oda megyek, milyen volt így a munkavégzés? Elfogadták az én ötleteimet, javaslataimat is, meg ugye mindenhol ott kellett lenni, ahol... Hát gondolom, a nyilvános valami volt, akkor ott valami, egyértelmű, igen. Hogy ott... Persze, és akkor utána a parancsnoki jóváhagyással megjelent a cikk, meg a fényképek a Facebookon, vagy éppen a honvédelem.hu-n. Így a belső hát életet is sikerült így, vagy kellett? Tehát, hogy akár, tehát amikor effektíven nincs közönség, meg senki, csak hogy azt dokumentálni. Persze a hétköznapokat, hogyha a laktanyában történt valami kötéről ereszkedés, lövészet, akármi, mindent fotóztunk, tudósítottunk, mert ugye ebből látják az emberek, hogy a katona nem csak ül és nézi, ahogy nő a fű, mint ahogy ezt elképzelték, ugye még amikor kötelező volt a sorkatonaság, hogy igen. Hát ott, nem csinálunk semmit, és akkor ez egy módja, hogy én tudtam népszerűsíteni a honvédséget a civilek szemében. Azért elég sok viszonylag ugye több helyen voltam, mert akár a kiképzés, hogy Szentendre, igen, meg Szolnok. Hogyan tapasztaltad? Mi a begyomásod így? Akkor mi volt? Esetleg utólag változott-e valamit, hogy hogyan látod úgy a katonákat úgy általában? Tehát hogy milyennek ítéled meg? Így az egész légkört, meg az egész ilyen honvédséget. Ugye az első komolyabb benyomás az a rendes alapkiképzésen történt Szentendrén. És az egy kicsit olyan, mint a filmeken, ugye mindenféle izgi dolgokat csinálunk, szivatnak ilyen nappal, korán kell kelni. Hát mégis kiképzés a neve, tehát nem... Az teljesen olyan volt, mint a filmeken, igen. Persze én ezt nagyon éltem, de fárasztó volt, nehéz volt, és nagyon jó csapat kovácsolódott össze. Nem, most csak azt akartam, hogy akkor nem egy alibi dolog volt ez a... Tehát nem egy alibi kiképzések vannak csak akkor. Tehát, nem, hát olyan szinten kilendíti az embert a komfortzónából, de hogy igen. Idő sincs ezt fölfogni, csak útólag, hogy te jó ég, én most hálózatba robbantottam, labirintusba jártam, lőttem, gránátot dobtam, Tehát annyira sűrűn történnek ott a dolgok, ugye a kiképzésen, hogy közben nincs is idő felfogni szinte, hogy mennyi mindent sajátítottunk el, vagy próbáltunk ki. És egy olyan jó csapat alakult ki, ugye külön voltunk mi lányok, 10, nem volt semmi rivalizálás, segítettük egymást. Például ami a legkedvesebb volt, hogy én kaptam reggel ágyba kávét, mert én vagyok a későnkelő, akinek mindig kupis az ágyam, azóta már ugye rendbe teszem, amióta kiképzés volt, tehát hasznos volt ez a magánéletben is, de nagyon-nagyon segítőkészek voltak, és ez a ahhoz képest, hogy csak 3 hónapot töltöttünk együtt, és ez elég régen volt, ez a kapcsolat máig fennmaradt mondjuk az egész szakaszsal. Tehát, hogyha bárkinek volt olyan, hogy segítségre volt szüksége, fölhívott, mentem, odaautóztam csak azért, hogy megegyünk egy szelet pizzát, és ez így oda-vissza működik, hogy átéltünk valamit együtt, és akkor hát ugye, így számíthatunk egymásra akkor is, hogyha nem jártuk meg a hadakutyát. És hát nem is akármit, mert jó, most igen, tehát hogy nem is háborúba voltatok, persze. De hát mégiscsak egy speciális dolog, amivel azért... És az összeköti az embereket. Igen. Meg nagyon sok mindenre megtanít. És akkor vége lett a kiképzésnek, akkor utána gyakorlatilag akkor dolgoztál így Szolnokon. Meg hát jártál sok helyen, mondtad, akár gyakorlatoktól kezdve. Hogyan látod úgy általában, tehát hogy biztos azért te is olvasgatsz híreket, akár a honvédséggel, hadsereggel kapcsolatos dolgokat. Nyilván elég sok, nem tudom, hogy most amit gondolsz, elmondod, vagy nem. Tehát a katonák hajlamosak azért sokszor, magamból is indulok ki, sokszor akár panaszkodni, hogy ez nem jó, az nem jó, amaz nem jó. Tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor azért jogosan is, és hát előfordul az is, hogy amikor már csak túlzásba viszik, de sajnos elég sok minden ilyen adódik, hogy látod ezt, hogy mennyire, milyenek látod így a katonákat, vagy a hangulatot, hogy lehetne jobb, vagy? Úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam. Mondjuk az sem minden. És ez teljesen eltérő, mert volt, aki abszolút lelkes volt, hogy fúj, és akkor én most katona lettem, és pénzt gyűjtök, házat építek, van olyan, aki tényleg éjjel-nappal panaszkodik.
nagyon sok minden volt, ami nekem is nem tetszett, mert lusta vagyok, korán kell kelni, nem ízlik a konzerv. Hát jó, hát mondjuk igen, az akármi, de az ember tudja, hogy önként van ott, és akármikor kisétál. Tehát, hogy ez nem kötelező. Önként vagyok ott, ezt vállaltam, akár a túlórákat, hétvégi szolgálatot, vagy bármit. Tehát nem tudom, szerintem azért nem érdemes úgy panaszkodni, mert jó, vannak kényelmetlen helyzetek, amik egy átlag munkahelyen nincsenek, de egyrészt önként vállaltuk, viszont szerintem a körülmények meg nagyon jók. Tehát olyan pluszokat ad a honvédség, mint munkahely, ugye biztos megélhetés, nem fognak kipenderíteni egyik napról a másikra, csak tényleg, tehát, ha valaki olyan dolgot követel, akkor nyilván, de etetnek, itatnak, nem kell gondolkozni, hogy mit vegyek föl reggel. Például megmaradnak a ruhák jó állapotban, van szállás, juttatások, utazási költségtérítés, tehát annyi sok minden plusz sportolási lehetőség munkaidőben, ami ugye még mondjuk úgy, hogy kötelező hát is, persze, tehát hogy na most, hát most lemegyek egy órára futni vagy edzeni, amit egy átlagos munkahelyen nem lehet megcsinálni. Tehát mindenben segítik azt, hogy kompenzálják szerintem ezeket a kényelmetlenségeket, amit az ember vállal. Mondjuk nem tudom, hogy érzékeltél-e különbséget, vagy így utólag is akár, hogy végül is ugye szerződéses katona voltál, mondta, tehát hogy így a hivatásosokhoz képest. Már olyan értelemben, hogy akár hozzáállás, vagy akár az, hogy most lelkesedés, mert nyilván most, aki már 20-25 éve van benne a pályán, az nyilván másabb, mint aki mondjuk persze, egy-két éve kerülne. Hogy csak belekóstoltam, mert annyira kíváncsi voltam, hogy muszáj volt, de azt tudtam, hogy ez nem az én utam mondjuk 40 évre. Ezt már az elején tudtad azt, vagy az menet közben alakult ki? Menet közben alakult ki, de azért sejtettem. Na most szerződésesnek azt hiszem így 5 évnek igen. Kéne. És akkor hogy alakult így, ha ezt így lehet? Hogy... Vagy nem tudom, kitöltötted ezt az 5-öt? Vagy... Nem töltöttem ki, mert csak 2 évet voltam, én őszintén leültem a parancsnokom elé, hogy nem érzem már úgy, hogy nekem itt a helyem. Nem tudok többet hozzátenni. Mert amit én hozzá tudtam tenni, az már mind megtörtént. Tehát például van egy büszkeségem, hogy részt vettem, vagy a megtervezésében, rajzolásem van a MH2-es logónak, címernek, karjelzésnek, ahogy mondják. Tehát, hogy például ez egy olyan dolgot hoztam létre, amit így akár az unokáimnak is mutathatok. Tehát ott úgy éreztem Szolnokon, hogy már nincs többet. Mondjuk valószínűleg ez a 2 év, így ahogy elmondod, így valószínűleg sűrű volt, tehát hogy kitenne, lehet, hogy másnak kitenne 5 évet mondjuk. Utána még Vásárhelyen is voltam egy felett. Na, hát akkor meg pláne. Szolnok után, mert akkor én már szerettem volna leszerelni ott, mert úgy éreztem, hogy már kipróbáltam mindent, amit szerettem volna, és alkottam valami maradandót, ami igazán számít, mert rajta van a zászlón, a karjelzésen, honlapon, mindenhol. Tehát azért nekem ez egy elég nagy dolog, még akkor is, ha csak egy rajzról van szó. Mert ugye ezt viselik a katonák, és hogy ebben részt vehettem, mert van egy ilyen grafikus előképzettségem és szakmai múltam. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, hogy részt vettem, és akkor utána akartam szerelni, de átcsábítottak Vásárhelyre. És mondom, jó, én szeretnék leszerelni, de azért még kipróbálom, és akkor gondoltam, hogy úgy tisztességes, ha még egy fél évet ráhúzok, hát ha ott is hozzá tudok tenni valamit. Ott is így hasonló dolgokkal foglalkoztál végül is? Tehát, hogy ugyanígy a... Ott igen, kommunikációs altiszt voltam, ott is fényképeztünk, akkor cikkeket írtunk. Ugyanúgy a hát kapcsolatba kerültél ugyanúgy civilekkel is akár, vagy a... Hát jó, hát mondjuk te is ugye... Onnan érkeztél eleve. Hogyan látod a hadseregnek, meg a társadalomnak, a civil társadalomnak a kapcsolatát? Egyáltalán tud, foglalkozik ezzel a társadalom, bár nyilván nem mindegy, hogy egy olyan városról, helyőrségről beszélünk, ahol van laktanya, vagy egy olyanról, ahol nincsen, mert ott mindig erősebb a kötődés, ahol így van laktanya, de hogy általában mondjuk akár a budapesti barátaid, bárki, aki effektíve közvetlenül nem kötődik hozzá, hogy kérdeztek erről, vagy tudnak, úgy általában hogy látod te a hadseregnek, meg a civil társadalomnak a kapcsolatát. Milyen szinten van? Lehetne még javítani? Persze, mindennel lehetne javítani, de én őszintén azt gondolom, hogy pozitív ez a megítélés. Pláne ugye, amióta határhelyzet van, még pozitívabb, és előtérbe került a honvédség, és akkor a civilek is látják tényleg, hogy tesznek értük, hogy dolgoznak, ugye nagyon sok segítséget kapnak.
Igen, mondjuk itt érdekes, hogy mondjuk tényleg egy Csongrád megyéről beszélünk, vagy mondjuk egy Nógrád megyében lehet, hogy teljesen más, hogy állnak hozzá, vagy nem az, hogy állnak, hanem jó, hát maradjon is így, de ugye nincs háború. Tehát, tehát hogy béke van, és hát ez egy természetes állapot alapvetően mindenkinek, hogy majdnem, hogy akkor minek a katonák, ugye, mert hát béke van. De hát ugye, hát az... Béke fenntartásra. Igen. Tehát főleg... pontosan ezért ez, erre szükség van. Ki az, akinek ajánlanád úgy általában? Vagy volt-e, amíg benn voltál, hogy megkérdezték, hogy na figyelj, elgondolkoztam én is, hogy bemennék, hogy ajánlod-e, tanácsolod-e, tehát volt ilyen? Mi a véleményed, meg mi a tapasztalatod ott bent? Többször előfordult, igen, és... ugye, miután leszereltem, egy pár héttel ezelőtt cikket is írtam róla, tehát másodállásban újságíronként dolgozom, és ott is érkeztek levelek, tehát kaptam üzeneteket, hogy esetleg segíthetnék, hogy lehet bekerülni, vagy hogy milyen ez az egész. Viszont mindenkinek ajánlanám, hogy akinek nem is fér bele az életébe hogy hivatásának válassza, de még egy tartalékos kiképzés is nagyon sokat hozzá tud tenni az ember életéhez, hétköznapjaihoz, új barátokat szerezhet, nagyon sok mindent megtanulhat, kiléphet egy kicsit a kényelemből, tehet valamit a hazájáért. Hát most már elég sokrétű ugye a dolog, tehát ugye hivatásos valaki, akkor azért az hivatás nyilván, tehát most... Jó, nem szeretjük, vagy szeretik, ha azt mondjuk, hogy munka, de mégis egy annak kinéző dolog, hogy bemész reggel, délután hazamész, aztán utána a gyakorlatok, vagy bármi van, akkor hétvégén is. De viszont akár a szerződéses katonának, igaz, hogy hasonlóan működik, mint a hivatásos, de akkor is egy rövidebb időtartamra néhány évre szól, illetve ugye most már a tartalékos katonaság, ami lehetővé teszi, hogy talán a területvédelmieknél azt hiszem, hogy évi 20 nap. Nem léptél be, vagy nem akartál, vagy nem volt ilyen. Mondjuk most. Ott is évi 20 nap, tehát nem tudom, hogy... Vagy mondjuk jó, túlmentél már így mindenem. Igen, de a mostani munkáimba nem férne bele ez, hogy elszólít a kötelesség. Igen, erről is sokat beszélünk, és hát valószínűleg ez is egy nehézség, akár a államnak, minisztériumnak, honvédelmi minisztériumnak, hogy honvédség vezetésének, hogy tényleg, hogy bevonni a klasszikus magánszférából azokat, akik mondjuk dolgoznak, csak ugye tényleg ez a nehéz, hogy sokszor ugye a munkahely nem teszi lehetővé azt, hogy... Nekem ott is szerencsém volt, olyan volt a volt főnököm, hogy jó, húzta a száját, meg aláírta, hogy mehetek, mondta, meg fogom én ezt bánni, hogy kimaradok a munkából évi 1-2-3 hónapra is akár, de szerencsére a volt főnököm úgy állt hozzá, hogy attól boldog az alkalmazott, hogyha hagyjuk kibontakozni, segítjük, támogatjuk. Ja. Tehát ez csak a szerencse kérdés, hogy kinek milyen a főnöke. Normális időtartamot megy el, nem mondjuk fél évre egy mondjuk. Mert de hát igen. Dolgoztam közben is, csak távmunkába ott, ahogy volt időm, dolog, és akkor így egyességre jutottunk, hogy azért akkor messziről dolgoztam. Na, hát ez lenne a jó mondjuk a hadseregnek is, ha többiet meg lehetne oldani, de nyilván most, aki tegyük föl, szeretne menni, de egy olyan munkahelyen dolgozik, most mondjuk egy autószerelő műhelyben. Azt nem lehet. Azt mondjuk távmunkában elég nehéz, és hát ugye ezek mondjuk így nehézségek akár a munkáltatóknak, mert hát ugye föl kell venni valakit helyette adott esetben, és hát úgy lássuk be így hát te is ugye a civil szférában, a magánszférában, ha dolgozol, hogy azért nagyon kevés az a cég, aki megengedheti magának, hogy tehát pluszban senki nem tart, mert miért tartson mondjuk munkaerőt azért, hogy mondjuk ő ne csináljon semmit, tehát körülbelül mindenkinek annyi munkaerő van, amennyi ugye elvégzi a munkát, és ha ebből még kiesik, ez mondjuk ez egy elég erős kihívás. Igen. Azzal együtt, hogy nyilván szép dolog, hogy a hazát szolgálja valaki, akár így részmunkaidőben is, mondjuk tartalékosként, de hát ezzel együtt ugye azt a feladatot is el kell végezni. Most arra akkor végeztél teljesen mindennel így a honvédséggel, hadsereggel, vagy már csak az emlékek, vagy még soha nem mondd, hogy soha alapon bármi lehet? Soha nem mondd, hogy soha. Elképzelhetőnek tartom, hogy pár év múlva, 10 év múlva mondjuk visszamegyek, és bekopogtatok, hogy hát, elnézést, figyelj, megint itt vagyok. Most pont friss hír, hiányzik. Relatíve friss hír, ugye néhány hetes, hogy ugye újraindul a pilótaképzés, biztos hallottál róla, hogy ez a katonai... Persze, az is nagyon jó, de oda korhatár miatt nem férek bele valószínűleg. Most az ilyen vadászpilótákra vonatkozik? Én nem néztem meg annyira, vagy ez csak ilyen általános, gondolom, ilyen szélesebb körben, és akkor majd utána. Tehát, hogy maga az a pilóta, vagy akár a helikopterpilóta, lehet, hogy ilyenek. Igen, de a helikopterpilóta képzés már jó pár hónapja benne volt a hírekben, csak ott is ugye 35 a korhatár, ha jól emlékszem, de azt néztem, hogy nem is fértem volna bele, így pont lecsúsztam volna róla.
Ja. Hát mondjuk valószínű, hogy inkább így a iskolás, középiskolásból ugye próbál ugye a hadsereg, tehát hogy mire eljutnak odáig, hogy ne külföldön kelljen mondjuk adott esetben képezni így a katonákat. Igen. Hát nem tudom, így végszónak, zárszónak, akkor elmondhatjuk azt, hogy összességében tényleg jól érezted magad, jó volt, semmi negatívat nem tudsz mondani, nem tudtam kihúzni belőled semmi negatívumot. Nem azért, mintha most ezt akartam volna, csak... Nem, a hétköznapi kényelmetlenségekön kívül... Jó, hát az persze. Igen. Vagy hogy jaj, de szomorú volt bent tölteni a szentestét. Nem éreztél olyat? Egy olyat hadd kérdezek. Nem éreztél soha olyat, hogy azt mondtad, hogy kaptál valami parancsot, és akkor azt mondtad, hogy hát ezt azért lehet, hogy jobb máshogy is lehetett volna, vagy máshogy kiadni azt a nem, tehát mást parancsba adni. Tehát úgy, mintha nem érezted azt, hogy ezt máshogy is lehetett volna esetleg csinálni. Vagy annyira nem merültél így ebben? Az a vicc, hogy amúgy tehát egyik munkahelyemen, civil életben sem szerettem, hogyha valaki úgy szólt hozzám, hogy nem tényleg parancsolgatni próbál, a... de itt a honvédségen belül nem a stílusra gondoltam, hanem inkább magára a parancs tartalmára. Tehát, hogy mit tudom, azt mondják, hogy menj A-ba, de te azt mondtad, úgy gondoltad, hogy B-be lenne célszerű, mert esetleg az lenne jobb. Hát mondjuk sajnos olyan típus vagyok, nem, lehet, hogy emiatt nem a parancsnokok kedvence, hogy én tényleg szóvá teszem, hogy, vagy rákérdezek, hogy de miért így kellene. Vagy igen, mondjuk ez nem egy kezdhetett... szeretetre méltó tulajdonság, mondjuk így egy katonának, ha mindent nem, abszolút, de egy teljesen civil agyú vagyok, és ott se éreztem magam igazából teljesen katonának. Jó, hát akkor bízunk benne, hogy aki megnézte ezt a műsort, akkor hát talán a kedvet kap hozzá, még hogyha nem is az, hogy 30-40 évre, de talán egy-két évre, vagy tartalékosnak. Az is számít. Igen. Az jó, is hát hasznos. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. És majd biztos találkozunk, még néhány fényképet egyébként majd láthattak itt közben a nézők, amiket készítettél, illetve amin te is így akkor részt vettél. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél. Önöknek köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Interneten megtalálnak minket, Facebookon, illetve a hétköznapi honvédelem.hu-n. Viszontlátásra!